Nyáron is folytatódnak az utak és járdák felújítása Apcon, mondta híradónknak Juhász István polgármester, megköszönve a térség országgyűlési képviselőjének Szabó Zsoltnak az ebben nyújtott támogatását. Első körben a tavasszal a BMS pályázattal nyert összegeket költöttük el az utak felújítására. Most önerőből készült el kettő utca, a Hunyadi utca és a Gyár utca, majd a külterületen van, de hát ott is emberek élnek, tehát ott is állatóvá kellett tenni a területet. Ott a járdát is sikerült aszfaltaborítással felújítani, illetve most következik majd a Petőfi Sándor útnak egy szakasza, a D. Endre útnak egy szakasza, ami szintén a járdák lesznek felújítva. Ezek most már teljesen önerős beruházások lesznek. Teljesen megújult a Hunyadi utca és a hozzátartozó járdák, új burkolatot kapott a főutca és az iskolához vezető járda, szépül a temető környék és a hozzáépülő parkoló, de zökkenőmentesen lehet közlekedni a Gyár utcában is. A járda felújításokkal párhuzamosan pedig a temetőnél készítjük a parkolót, egyneműsítjük, egy régi kerítést elbontottuk, ott az új parcellának a feljárónál hamarosan aszfaltburkolatot kap, és a temetőnek egy nagyobb parkolórész kialakítása van folyamatban, ez majd most már csak az ősszel lesz kivitelezve. Az utak és járdák mellett nagyban folyik a polgármesteri hivatal energetikai felújítása is, melybe beletartozik a fűtés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, illetve az épület külső hőszigetelése is. Önerőből végzik el az erős áramú felújítást, így az összes vezeték ki lesz cserélve, de további tervek is vannak a településen, fejtette ki a polgármester. Jelentősen látható a javulás, tehát most már látható azok a felújítások, azok a építések, amik valóban a közérzetet is jobbá teszik. Tehát itt értem az utakat, értem a közintézményeket, de mint egy jó ismerősömtől hallottam, a jó ismerősöm tettette egyszer a világot, tehát neki is 6 nap kellett hozzá, úgyhogy mindent fokozatosan, jövő évre is megvannak a terveink. Ebben az évben ugye most a polgármesteri hivatal szeptember közepén, illetve ha minden jól megy, akkor a mellettünk látható Apci Gyöngyszem óvodában is az ősz végén elkezdődik a tornaszoba kialakítása, illetve a főutcán egy idősek nappali otthon, ahol szintén egy energetikai felújításra nyertünk 49 millió forintot. A község első embere beszámolt arról, hogy az óvodánál szintén önerőből és az Apci iskolákért és óvodákért alapítvány támogatásával térkövezés történt, amely az őszi sarasabb időben is kinti játszó lehetőséget biztosít a gyerekeknek.